mindenki, én Benny vagyok, és ezen a csodás március 21-i napon annyira király idő van, hogy gondoltam eljövök egyet sétálni, de hát persze nem egyedül. Itt van Susu is! Szia Susu! Susuról azt kell tudni, hogy ő egy kutya. Igen, ő nem egy róka, hanem tényleg egy kutya. Főleg még amit tudni kell róla, hogy eszméletlen félős. A félős azt úgy értem, hogy ha hullik a fa a levél... Ja, hullik a fa a levélre. Ha hullik a levél a fáról és mellé esik, akkor szó szerint felugrik, tehát ilyen szinten félős. Most is jöttünk egy ilyen murvaköves úton, és az első lépésnél szabályosan felugrott ott is, tehát hogy ő azt nem értette, hogy mi az a hang. De sus, de erre legyen. Már kicsit öreg, olyan 8-9 éves körül járhat. Kicsit eljöttünk így édes kettesben sétálni, már mondjuk a kicsi az nem a legmegfelelőbb szó erre, ugyanis már lassan másfél órája úton vagyunk. Kijöttünk egy ilyen gátra, tehát egy elég hosszú utat teszünk meg jelenleg, sőt még arra is van, és hát én innen még mindig nagyon messze lakok, úgyhogy tényleg nagy séta, és nagyon ügyesen tartja magát a tempóhoz, de most szépen majd meg fogom itatni, mert már kezd szomjas lenni. Gondoltam, hozom a telefonomat, még amúgy is hoztam volna, de gondoltam, videózok is egy kicsit, ha már ilyen szép az idő és meleg van, de ezt tényleg szabályosan belesültem a kabátom, amire ideértünk. Hát igen, közeleg a nyár, de most nagyon benne vagyunk ebbe a tavaszban, nagyon fasza idő van, úgyhogy legyetek ti is minél többet kint, álljatok fel a gép elő, bár hogyha Benny Pop a videót rak fel, vagy live-ol, akkor ne. Közben ott dugnak a kacsák. Na, mindegy. Lehet valakinek ismerős a helyszín. Igen, itt forgattuk valahol a 3 literes szivárvány teljes kihívásunkat is. Ez egy legendás hely, ez egy nagyon jó hely. Képzeljétek, lehet nem tudjátok, de ma van Benny Pova nap, ma van Benedek nap, az az én névnapom. És volt olyan közületek, akik már éjfélkor, sőt, nagyon sokan írtatok még ma is, vagy hát ma, hogy boldog névnapot, úgyhogy nekik szeretném külön megköszönni így videóban is, hogy gondoltak rám, ne aranyosak vagytok. Volt, aki hamarabb köszöntött fel, mint az apuka. Na mindegy. Képzeljétek, olyan szintű fejlődést értem el ma az iskolába. Most mindenki gondolom arra gondol, hogy sikerült majd vizsga, érettségi előrehozott, vagy nyelvvizsga, vagy ilyesmi. Nem! Nagyon büdös volt a táskám már hónapok óta, és egyszer nem mertem utána járni, hogy mi lehet ez a szag. De ma angolórám rámerészkedtem túrni az aljára. És hát rajta volt, vagy 3 réteg pólón, hogy elfedje a szagot, így próbáltam meg. Hát igen, kicsit igénytelen az a táska, azt ezzel javítanom kell a jövőben. Szóval gondoltam utána járok, hogy mitől jön ez az eszméletlen bűz. Ha gondolni kell a halálra, akkor mi ugrik be nektek? Na nekem most új fogalmat nyert ez a dolog, ugyanis találtam egy olyan szendvicset, ami már fekete volt, szőrös, és még talán beszélt is. Nem tudom, hogy az mióta volt ott a táskámban, de én nem is emlékszem, hogy idén anya csomagolt ilyen szendvicset, tehát olyan dolgok voltak benne, szóval az már nem tudom mi volt, de kemény volt. Szóval most nagyon illatos a táskám, úgyhogy mernek mellém ülni emberek is az iskolába, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó nap. Nem szoktam amúgy ilyen hosszabb kutyasétákat, meg hát ilyen sétákat tenni, viszont most közben elment a nap. Szóval most olyan szinten jó az idő, és jól esik a séta, hogy lehet rendszerezni is fogom, lemiatt, hogy Susuval. Szia! Mert tényleg olyan jól esik igazából, most így jöttem az utcákon, láttatok néhányról felvételt is, és jó illat csapott meg, tehát nem a táskámé, hanem ott egy autó. Szóval mindenhol virágok nőnek, tehát, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát nekem kimaradt ez a sétálós időszak az életemből itt tavasszal, de most így kicsit bánom, és kicsit most ezen korrigálok is, mert tök jó sétálni, tök jó itt a szabadban lenni, nem csak ott a gép előtt. Szóval jó hatással van rám ez a vlog videó készítés, ennek köszönhetem, hogy most megtudtam milyen a való élet. Viszont most erről a helyszínről most elmegyek, mert igazából egy kömönülök, tehát nem túl kényelmes, és Susu szomjas, úgyhogy arré megyünk. Na, jöttünk már néhány métert, elég sokat. És mint látjátok, itt vagyunk most a gyulai duzzasztónál, ezt hallhatjátok a háttérbe.
És akkor ide most levisszük itatni Susut. Persze nem a duzzasztóba, mert akkor az nem lenne jó, de oda valahol leengedem, mert szegény nagyon szomjas. Jaj! Nézd, Susu, duzzad a víz. Susu, duzzad a víz. Leszarja a fejem. Na és megtörtént az itatás, most bejöttünk egy ilyen erdőbe, amin keresztül fogunk majd hazamenni. Most azért beszélek halkan, mert 10 méterre az előbb sétált be, tehát ilyen bokros téma, egy őz. És megpróbálom, látom is így bokron keresztül, csak az a baj, megy, úgyhogy megpróbálom lencse végre kapni az őzikét. Susu, megyünk Bambiért, levadásszuk. Remélem összejön. Hát sajnos nem sikerült lencse végre kapni Bambit, ezért is nem videóztam igazából ebbe a tiltott rengetegre hasonlító erdőbe. Úgy osontam, mint egy ninja, tehát nem jött össze. De pedig aranyos volt, ilyen kis özgidácska, tehát még fiatal volt. És tudja, hogy most szaladjál valahol mögöttem. Na mindegy, viszont vészesen merül a telefonom, úgyhogy sajnos el kell búcsúzzak, mert ezek a telefonok kiszámíthatatlanok, hogy mikor fognak lemerülni. Remélem élveztétek ezt a kis vlog videót. Ha tetszett nektek ez a vlog videó, és még szeretnétek tőlem hasonlókat látni, akkor ezt jelezzétek komment formájába, valamint lájkoljátok, hogyha ez tetszett. Szerintem egész jó lehet, jó kis dolgokról tudunk beszélni, ha esetleg még van témátok is, azt is írjátok le, és akkor beszélünk róla. Sose baj, nem csak egy ilyen kis random vlog, mint ez, hanem tudunk is valamiről beszélni. Na, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ami nem maradhat el... Hello! Az a helyzet, hogy szerintem eltévedtem már. 20 perce böngünk, és hát ilyen elég para helyeken járunk. Susu, nem fél, de én kezdek. Hát figyeljetek, ha kitaláltam, akkor látjátok ezt a videót, hanem akkor szerettelek titeket. Hello! Anya! Valaki!